Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttöt, mégpedig egy különleges témáról, a taping terápiáról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Papp Andrea gyógytornász. Szervusz, szeretettel köszöntelek. Itt már ki is helyeztük az asztalra ezeket a bizonyos tépeket, igen, vagyis nem tudom, magyarul mondjuk ilyen ragasztószalagnak, vagy nem tudom, minek kellene neveznünk. Mi is ez a taping terápia? Ez hogyan alakult ki? Ez nem egy új dolog egyébként, így mostanában került be itt Magyarországon a köztudatba. Alapvetően sportolókra fejlesztették ki még a 70-es években, aztán szépen beszivárgott a medikál tépingbe, az orvosi ragasztásokba is, és ma már tulajdonképpen hétköznapi esetekre is használhatjuk. Most már megtalálható igazából akár egy drogéria polcain. Szép magyar nyelven úgy mondhatnánk ezt, hogy kineziológiai tapasz. Így van. Mire jó ez tulajdonképpen? Nagyon sok mindenre, mozgásszerű problémákra, neurológiai problémákra, leginkább olyan betegségekre, amik perifériásan, tehát nem központi idegrendszerből indulva okoznak problémákat. Nagyon jó gyulladáscsökkentésre, rendkívül jó fájdalomcsillapításra és a mozgásterjedelem növelésére. Tehát ha valakinek van egy beszűkült váll, egy beszűkült könyöket, tért, bokat, egy bármely ízületről van szó, felragasztás után különböző hatásmechanizmusok miatt javítja az állapot, az általános állapotot és a mozgást is. Talán először mondjuk sportközvetítéseken lehetett észrevenni, hogy a sportolók vállán, különböző testrészeiken vannak ilyen tapaszok, különböző színekben. Igen. A színek, az egyes színek, itt minták is vannak, ezeknek mi a kódja, vagy ez csak design elem? Ez nagyon jó, hogy mondtad, hogy mi a kódja. Ez pontosan így történik. Különböző színek különböző hatásmechanizmussal bírnak, erről nagyon sokat lehetne beszélni, de alapvetően az az alaptézis, hogy a nagyon magas rezgésű színek, ilyenek az élénk színek, a piros, a narancssárga, a citromsárga, ezeket gyulladásra, illetve nagyon erős intenzitású idegi fájdalomra nem tehetjük fel, hanem inkább harmonizáló színeket használunk. Harmonizáló színek a bézs, a fehér, esetleg a halványlila, a különböző nagyon világos kékek, ezek harmonizálnak. De itt vannak minták is, azoknak mi a titka? Hát itt szintén az alapján döntünk, hogy melyik a harmonikusabb minta, és melyik az élénkebb minta. És akkor van egy piros-fehér-zöld csíkos szalag, igen, ez akkor magyaros? Vagy ennek? Ez pontosan így van, ez nagy kedvenc volt, ez az olimpiai időszakra készült. Hogyan hatnak akkor ezek a tapaszok, itt már említetted, hogy milyen problémákra szokták felragasztani őket, de ezekben van valami gyógyszer? Vagy? Nincsen benne gyógyszer. Pont ettől fantasztikus, hogy különböző gyógyszeres kezelések mellett is befér, mert nem tartalmaz olyan hatóanyagot, ami ne férne össze más készítményekkel, illetve aki gyógyszermentesen szeretne gyógyulni, annak lehetősége van a téppel gyógyulni. Én azért nagyon szeretem, mert nagyon gyorsan és nagyon látványosan javítja az ízületi állapotot, az izom rugalmasságát, erejét, tónusát. Különböző hatásmechanizmusok vannak, ebből egyik például az érintés ingere, ha esetleg visszaemlékszel arra, hogy legutóbb mikor ütötted be magad, vagy hogyan, milyen formában, vagy sérültél meg, akkor az első könyök. Tegnap könyök a bal könyökömet nagyon bevertem az előszoba szekrénybe például. És pontosan ez történik, amit most mutattál, hogy ráfogsz, és megérinted, vagy megnyomod. Ez úgynevezett taktilis inger, az érintés ingere. Ez egy ösztönös reakció az embertől, mert ez lecsökkenti a fájdalmat. Ösztönös taktilis inger egyébként az édesanyának a puszilgatása a fejfájós gyerek homlokára, vagy a hátsimogatás, vagy ha megütötte a térdét, akkor megsimogatja, megpuszilgatja. Ez is egy ösztönös jelenség. A fájdalom csillapítás, ez az érintés ingere nagyon jól csökkent, és tulajdonképpen amikor fönt van a tép a bőrön, akkor ezt a fájdalom csillapító hatást is kelti. Erről az egy hatásról beszélhetünk, vagy vannak még más titkai is? Van szövetemelő hatás, ugye egy megterhelt izom, például krónikus fájdalomnál hosszantartó ülés-állás, összehúzódik az izomszövet, és emiatt nem tud a benne lévő szövetközti anyag rendesen áramolni. És benne felszaporodnak a gyulladásos anyagok, a fájdalomkeltő anyagok, szétesett fehérjék, és ez a szövetemelő hatás tulajdonképpen segíti ennek az anyagnak az áramlását. Hogyan kell felhelyezni ezeket a tapaszokat, mert itt ugye az asztalon gurigában vannak, igen, de hát nem mindegy, hogy ragasztja fel az ember a bőrére. Egyáltalán nem. Le kell mérni az adott területre, tehát nem lehet az egész testet csak úgy össze-vissza ragaszgatni. Különböző íveket szoktunk húzni, vannak meg kettévágott, sokba vágott tépek is, vannak X-tépek, V-tépek, ezeket egyébként lehet kapni már most előre vágott formában is, de tudni kell a hosszt.
illetve a húzás aránya sem mindegy, hogy mennyire húzzuk meg a tépet. Mi két különböző hatással szoktuk befolyásolni az adott területet. Egyrészt a tép húzása, ami nagyon fontos. Mert másrészt, ezek rugalmasak. Ezek rugalmasak akkor. Anyagok, így van. Egyrészt a tép húzása nagyon fontos, másrészt pedig az ízület vagy a test helyzete, amiben ragasztjuk. Ha esetleg megfoghatok egy tépet most, így akkor megmutatom, hogy hogyan. Csak elneguruljunk így a szép repertoárból. Tehát tulajdonképpen ez a papír leválasztása után egy rugalmas anyag, amit különböző ellenállásig lehet húzni. Tehát akkor egész jól nyúlik, ahogy igen, ez látom. A fajta jól nyúlik. Vannak különböző erősségű és szövetszerkezetű tépek, amik kevésbé nyúlnak, de annak pont az a lényege, hogy ne nyúljon ennyire. Sőt, ennél még nyúlósabb tép is van. Milyen anyagból készülnek, arról még nem beszéltünk? Ez pamut. Az allergiás reakciót mondjuk ki szokott váltani? Volt már rá példa? Nagyon-nagyon ritka, mert most már azért erre is fel vannak készülve a tépgyártók, és kikísérletezték azokat a ragasztóanyagokat, tehát nem magától a textiltől kapna egyébként sem allergiás reakciót az illető, hanem a ragasztótól, ami rajta van. De ezek olyan bőrbarát ragasztók, hogy sokszor egymás után ragasztva a bőrt sem jelentenek semmilyen problémát. El lehet rontani a felragasztást, hogyha valaki mondjuk otthon magának, akár az internetről próbál felragasztani egy ilyen tépet, tud vele mondjuk negatív hatásokat kiváltani? Igen, ezt tulajdonképpen úgy kellene elkezdeni, hogy szakember helyezi fel. És amikor már nagyon biztos benne az illető, hogy ezt föl tudja magának tenni, akkor kellene ezzel tulajdonképpen foglalkozni, mert tengelyeltéréseket tud okozni, például izületi tengelyekbe be tud avatkozni. Izomerőbe, állapotba, helyzetbe, erőn létbe, anyagcserébe be tud avatkozni. Főleg az ilyen ödémaragasztások, hematómaragasztások, ez egy külön speciális formája a tépragasztásnak, azt nagyon óvatosan kell kezelni, kismamaragasztást nagyon óvatosan kell kezelni, és egyáltalán balesetek után azonnal nem is szabad felhelyezni, mert teljesen átvariálja, befolyásolja a reakciót, ami az akut sérülés után bekövetkezik. Mennyiszer kell megismételni a felragasztásokat, hogy aztán tényleg egy pozitív hatást észlelhessünk? Ez attól függ, hogy mit kezelünk először is, másrészt pedig attól is függ, hogy a bőre mennyire bírja az illetőnek, meg hogy milyen hosszú távú tervet találtunk ki, illetve hogy az izom, illetve az ízület milyen gyorsasággal javul. De akkor gyógyul. Többször is megismételhető. Sőt, sokszor kell is. Mennyi ideig tart egy ragasztás? Én például akár vízilabda meccsen is láttam ilyet. Na most a vízzel való érintkezés az milyen hatással bírja van a vizet, ragasztóra? Egyébként, sőt, létezik ragasztó spré, amit még plusz a ragasztó alá befújunk, és akkor aztán teljes a fix kontakt. De le lehet szedni végül? Akkor szoktak engem nagyon szeretni a vendégeim, amikor a leszedés pillanatában úgy eszükbe jut, hogy hú, ez alatt még ragasztó is volt. Az nagyon jól tart, viszont a mozgás nem befolyásolja. De körülbelül 3-5 nap, amíg fönt marad a tép. Ha ízületi korrekciót végzünk, tehát mindenképpen tengelyt kell, hogy beállítsunk, akkor sokkal sűrűbben kell cserélni, akár 2 nap, 3 nap, max. 3 nap. Milyen korosztály, vagy melyik az a legkisebb korosztály, ahol már fel lehet ragasztani ilyen tépet? Most például eszembe jutott, hogy a általános iskolában nagyon hamar megnyúlnak a gyerekek, és akkor különböző térproblémák, boka problémák alakulhatnak ki rájuk, fel lehet ragasztani tépet? Sőt, sokkal korábban is el lehet kezdeni itt a tépragasztást, csak annak, aki ért hozzá, illetve tudja és ismeri a kisgyermek anatómiát. De luttabb kezelés, dongaláb kezelés, ferdenyak, tartásjavító tépek nagyon jók, például később, amikor már tényleg az iskolapadban ülve hanyagtartás bekövetkezik, különböző gerincferdülések, gerinc állapotok, ezekre nagyon korán el lehet kezdeni a ragasztást, nyilván tiszteletben tartva azt, hogy a test hogyan reagál majd erre a ragasztásra, tépingre. Hogyha a nézők nem tudnak mondjuk téged fölhívni telefonon, és nem tudsz te elmenni hozzájuk felragasztani, kihez fordulhatunk? Kik azok a szakemberek, akik akkor tényleg precízen, pontosan fel tudják ragasztani? Nagyon fontos, hogy szakmailag tapasztalt és szakmai háttérrel rendelkező embert keressenek meg. Gyógytornász, orvos, egészségügyi dolgozó, és mindenképpen legyen oklevele arról, hogy ő végzett tanfolyamot. Ugyanakkor meg lehet kapni a tépeket, ugye most már közértben, drogériában, sok helyen létezik hozzá jó esetben egy kis papír, hogy hogyan kell felhelyezni, de mivel kárt lehet vele okozni, olyanhoz kell fordulni, akinek a neve alatt ott szerepel, vagy az előéletében ott szerepel, vagy akár publikált ilyet, hogy tépinggel fog, kineziológiai tépinggel foglalkozik. Nagyon sokan csináljuk egyébként, csak el kell tudni dönteni, hogy ki az, akinek ebben tapasztalata is van. Miért ilyen népszerű ez most már tényleg egyre több helyen lehet látni? Hogyan robbant be ez a mindennapjaiba? A fájdalomcsillapítással.
Ahogy felhelyezzük a bőrre a tépet, abban a pillanatban csökkenti, vagy akár megszünteti a fájdalmat. Ami egyébként egy kicsit negatív hatás is, mert az illető mondjuk egy sportoló, vagy egy hétköznapi életben túlterhelt ember, föltesszük a tépet, megszűnik a fájdalom, vagy lényegesen csökken, és erre válaszul ő, rögtön be is veti magát a mindennapi, vagy a sportéletbe, ami viszont nem jelenti a fájdalom csillapítás, a szerkezet azonnali helyreállítását, pusztán a fájdalom csökkentésről beszélünk, és ezért a túlterhelés veszély ugyan fennáll, de ezért robban be, mert gyógyszermentes, nagyon gyors, könnyen elérhető fájdalomcsillapítás. Akkor ha fáj a fejem, akkor ragasszak fel egy rózsaszín tépet a homlokomra. Tényleg? Szokott működni, bést inkább, de igen, működik. Nagyon szépen köszönöm, Andi, a beszélgetést, és további jó munkát kívánunk neked. Köszönöm, hogy itt voltál.